Sziasztok! Ma szerettem volna kimenni egy kicsit túrázni, és vinni magammal a kamerát, hogy közben beszélgessünk egy kicsit, de olyan ramadt idő van, egész nap esik, és fúj a szél, hogy nem annyira volt hozzá kedvem, és azért egy olyan projektet mutatok ma nektek, amit bent is el lehet készíteni. Épp az előbb hagyta abba a zuhogást az eső. Annak ellenére, hogy már februárban még idén nem esett tisztességes hó, ott fenn a hegyekben látszik egy kicsi, de ennyi volt igazából. Amit most mutatni fogok, azt már nagyon régóta szerettem volna kipróbálni, és örülök, hogy végre úgy alakult, hogy meg tudom valósítani. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezeket a vision boardokat, ezek ilyen motivációs táblák, amire az ember felragaszt a képek formájában, amit el szeretné érni, és olyan helyre teszi, ahol minden nap látja. Ma azt fogom nektek megmutatni, hogy én 2018-ra milyen célokat tűztem ki magam elé. Szóval itt vannak azok a dolgok, amiket felszorhatna a táblára. Elsősorban a központi idézetet fogom oda tenni. Valóban a közepére. What if it doesn't come true? Oh, but what if it does? Ezzel az idézettel nemrég találkoztam az egyik kedvenc vloggerem csatornáján, Amber Scholl-nak hívják, ha érdeket, akkor keressetek rá. Ez az idézet mindössze annyit jelent, hogy mi van, ha nem válik valóra? És mi van, ha igen? Nagyon motiválónak tartottam, és azért arra gondoltam, hogy az idei évben nekem ez fog a motivációs táblám közepén állni. Nézzük tovább! Aztán idén szeretném befejezni a második kötetemet, ami egy regény lesz, és külföldiként külföldön címet viseli. Ehhez választottam egy ilyen könyv emblémát is. Az első bemutatkozó kötetem az 2016-ban jelent meg az ünnepi könyvhétre Budapesten, és a Fele komoly címet viseli. Ez egy novellás kötet, viszont most valami újra vágytam, és azért fogtam bele egy regénybe. A cselekmény az már évek óta itt mozgál a fejemben, úgyhogy most megpróbálom évvégéig papírra vetni. A következő idei célom az az, hogy szeretnék egy rendes vlogger kamerát. A Canonnak a G7X modellje a jelenlegi kedvencem. Most egy Sony kamerával videózom, de úgy érzem, hogy ideje szintet lépnem egy profibb felszerelés felé. Mikor elkezdtem videózni, a férjem azzal érvelt, hogy szerinte nem kell egyből óriási költségekbe verni magunkat. Először nézzük meg, hogy ez a hobbi kitart-e nálam 3 hétnél tovább. Úgyhogy miután ez az idő próbáját kiállta a barátságom a videószerkesztéssel, ezért úgy érzem, hogy most jött el az ideje annak, hogy lépjünk egy szintet fölfelé. Aztán idén szeretném meglátogatni a Moszkvában élő barátaimat, ezt is kitettem ide, hogy eszem előtt legyen és ne felejtsem el. Már egy ideje követek néhány vloggert, akik teljesen vegán életmódot folytatnak, és ez egy olyan dolog, amit 2018-ban szeretnék kipróbálni. Ezt is ide teszem a többihez. Aki nem tudná, hogy mit jelent az, hogy vegán, egy mondatban összefoglalva, ez egy növényi alapú étrend. Nem esnek hús, semmi és semmiféle állati eredetű terméket, se tejet, se tojás, se sajtot, se túrót, stb. És kíváncsi vagyok, hogy ez egy olyan dolog, ami esetleg nekem is beválhat. Mindenesetre egy próbát megér. Aztán van itt két fotó rólunk, és csak kiteszem ide, hogy legyen valami szép is a képen. A következő célom, hogy újra versenysúlyom legyen, most sem vagyok még 100 kiló, én 60 kiló körül mozog a súlyom, de az 58 az igazi. Tavaly két célt tűztem ki magam elé, az egyik az, hogy megtanuljak németül, a másik pedig az, hogy újra 58 kiló legyek 60 helyett. Ez olyan jól sikerült, hogy 2 kiló helyett már csak 3-at kell fogynom, úgyhogy... de legalább németül megtanultam. A következő dolog, amit mutatni szeretnék, ez egy világtérkép. Mi mind a ketten nagyon szeretnénk utazni a férjemmel, és szerintem nem baj, hogy ha lóg egy ilyen a nappaliban a falon. Egy olyan méretűt szeretnék, ami 2x3 méter, vagy 2x2 méter, vagy 1,50x2 méter legalább, tehát egy nagy méretű dolgot. Még nem találtam meg a megfelelőt, de keresni fogom. Ugyanehhez kapcsolódik, hogy szeretnék egy földgömb alapú éjjeli lámpát. Ez szerintem annyira hangulatos. Ez a táska a legújabb szívszerelmem, ez egy coccinell darab, néhány hónapja jött ki a piacra, és a jelenlegi ára 600 frank körül mozog. Az több mint 150 ezer forint, és hogy én annyit nem adok ilyet, az egészen biztos. Szóval ezt csak ide felteszem, hogy legyenek olyan dolgok is, amire csak a nyálamat csorgatom. Majd visszanézek, hogyha le lesz értékelve mondjuk 15 frankra. Még a térképekhez kapcsolódva szeretnék egy térképes szőnyeget is. Nem tudom mostanában mi ez a mánia nálam, de nagyon megtetszett ez a stílus. Még ilyet se találtam, úgyhogy ha láttok valahol jó minőségű világtérképet szőnyeg formában, akkor mindenképpen jelezzétek nekem. Ez itt egy részlet egy barátommal történő beszélgetésünkből, és azért fogom feltenni a táblára, hogy emlékeztessen arra, hogy nem lehet az ember annyira letört, hogy ne tudjon egy jót nevetni. Ez itt a Gucci egyik parfümje, amit a sógornőm használt néhány éve, és nemrég beleszaladtam az egyik drogériába, és nagyon megtetszett az illata. Idén szeretném lecserélni a telefonomat, ez ennek a motivációja.
Aztán van itt egy kedves idézet a Bibliából, egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfeledve, ami előttem van, annak neki feszülve futok egyenesen a cél felé. Ezt nagyon, de nagyon motiválónak találom. A gimis éveim óta kíséri végig az életemet, és engem megnyugtat. Ez egy másik idézet, amit nagyon inspirálónak tartok. A gondolatok dolgokká válnak, hogyha látod a fejedben, akkor arra is képes, hogy a kezedben tartsd. Vagy tartsad, ha valaki fájszólással beszél. Idén szeretném, hogyha többet utaznánk, ez ennek a motivációja, ide felteszem. Ha jól látom, akkor a jelenlegi céljaimnak a nagy része itt szerepel a táblán. Amit látjátok a képek között, azért vannak még helyek, ezt azért tartogatom, hogyha valami útközben még eszembe jut, akkor azt fel tudjam mellé tenni. Nagyjából összefoglalva ezek a céljaim a 2018-as évre, remélem, hogy tetszett nektek a videó, és hogy inspirálónak találtátok, vagy legalább szórakoztatónak. Köszönöm, hogy megnéztétek, köszönöm, hogy velem tartottatok, és a jövő héten egy másik videóval jelentkezem. Sziasztok!